Különleges kiállítás a kerületi BKV járatokon. Egyéves lett a kulturális szalon. Kiosztották az év bioterméke díjakat. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Rendhagyó helytörténeti kiállításnak adnak otthont november végétől a 12. kerületi BKV járatok. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria különleges tárlatát január végéig láthatják az utasok a 102-es, 21-es és a 156-os buszokon, valamint az 59-es villamoson és a fogaskerekűn. Január végéig elég lesz felszállni az 59-es villamosra ahhoz, hogy megismerhessük a 12. kerület művészettörténeti szempontból kiemelkedően fontos látnivalóit. Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria igazgatója elmondta, régóta tervezik, hogy a múzeum falain kívül is bemutatják a kerület múltját. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudjuk a múzeum gyűjtőkörét, tehát a 12. kerület történetét kivinni az emberek közé, tehát nem az, hogy a múzeum négy fala között rendezzük csak rendezvényeket, hanem tényleg a helytörténeti témákat közelebb vigyük az emberekhez. És hát számos ilyen programunk van, számos ilyen programot kitaláltunk, és ennek az egyik állomása az, hogy a BKV járatain is megmutatjuk, hogy az adott járat útvonala mentén milyen helytörténeti érdekességek, milyen rejtett kincseket fedezhetnek fel a utazók. És az ötlet maga az pedig onnan jött, hogy elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mik azok a helyek, mik azok a helyszínek, ahol az embereknek van akár egy 5 perc, 10 perc olyan szabad idejük, amit mi ki tudunk tölteni tartalommal. A kiállítás témái az adott járatok útvonalához igazodnak. A tablókon a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény archív fotói mellett leírások is szerepelnek a nagymúltú épületekről, szobrokról és templomokról. Olyan járatokat választottunk, ami ugye csak a 12. kerület területén közlekednek, ilyen az 59-es villamos, a 21-es, a 102-es és a 156-os autóbuszok, illetve a fogaskerekű vasút. 19 különböző tablót állítottunk össze, és ezeket mind úgy, hogy nem évszámokat, vagy nem pusztán csupasz adatokat közlünk, hanem olyan érdekességeket, mint például az, hogy a Széchenyi hegyen látható Széchenyi kilátó egykor diszkút volt, ami az Andrássy utat zárta le a Hősök terén, aztán elbontották és újjáépítették a Széchenyi hegyen kilátó funkcióval, vagy a postapalota díszes épülete, ugye a Krisztina körúton, vagy a Széll Kálmán tér ugye egy meghatározó épülete, az még díszesebb volt a világháború pusztítása előtt, tehát ezekről a régi szobrokról, domborművekről is láthatnak képeket a érdeklődők. Tehát mind olyan érdekességek, amit esetleg máshonnan nem tudnak megszerezni. Sikota Krisztina, a Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke a rendhagyó kiállítással kapcsolatban elmondta, a kezdeményezést rendkívül jó és kulturális szempontból hasznos, figyelemfelkeltő akciónak tartja. Statisztikák szerint, ez szomorú tény, de nem csak mi magyarok állunk ilyen rosszul ezzel, az emberek átlagosan egy évben alig egyszer jutnak el múzeumba. Ezért a múzeumok tulajdonképpen egy nagy kihívás előtt állnak, hogy hogyan tudják becsalogatni a látogatókat az állandó kiállításaikra, vagy akár az időszaki kiállításokra, amelyek a múzeum falain belül vannak. Ez a mai kiállítás, a ma bemutatott kiállítás, vagy egy olyan kiállítás, ami nem a hagyományos keretek között kerül megrendezésre, egy rendkívül jó figyelemfelkeltő, nevezzük akciónak, ami felhívja arra a figyelmet, hogy a szabadidő eltöltésének bizony van ez a lehetősége is, hogy múzeumba menjünk. 2009-ben, két évvel ezelőtt volt pont egy kiállítás, a címe helytörténeti időutazás volt, ami most egy kicsit ugye átalakult művészettörténeti időutazássá. Akkor szintén a BKV járatain, tehát a kerületben, a hegyvidéken közlekedő BKV járatokon a helytörténeti nevezetességeket, a hegyvidéken élt híres embereket mutatta be az itt utazóknak, vagy itt élőknek a helytörténeti gyűjtemény. Ez most egy kicsit átalakult, a művészettörténeti jelentőséggel bíró épületeket, villákat, intézményeket, szobrokat és templomokat mutatjuk be az itt élőknek és az itt utazóknak. A visszajelzések nagyon jók voltak már, a két évvel ezelőtti kiállításra is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, úgyhogy ez megerősítette a gyűjtemény dolgozóit abban, hogy
igen, érdemes ezt a kiállítást újra megrendezni. Érdemes lesz egy ugye újabb és újabb témákat találni arra, hogy a BKV járatokon egy-egy ilyen időszaki kiállítást rendezzünk. Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója azt reméli, hagyományteremtő lehet az idei BKV járatokon rendezett kiállításuk. Örömmel állapítottuk meg így a gyűjteménybe a kutató munka és a tablók összeállításakor, hogy még bőven van anyagunk, tehát hogyha a BKV is továbbra is partner lesz benne, akkor mi szeretnénk folytatni. A helytörténeti kiállítást a 102-es, a 21-es és a 156-os buszokon, valamint az 59-es villamoson és a fogaskerekül láthatják január végéig az utasok. Tudományos napot tartotta a Magyar Biokultúra Szövetség a MOM Kulturális Központban. A konferencián az ökológiai gazdálkodás témájában tartottak előadásokat. A nap végén átadták a ProBiokultúra és az év bioterméke díjakat. A Magyar Biokultúra Szövetség 1983-ban klubként indult, majd 1987-ben egyesületté alakult. A szövetség összefogja az egész ország ökológiai gazdálkodását, amely magába foglalja a termelő gazdákat, a szimpatizánsokat és az érdeklődőket is. Céljai között szerepel a biotermékek fogyasztásának minél szélesebb körben történő terjesztése és az egészséges életmód propagálása. A tudományos napot hosszú évek óta a MOM Kulturális Központban rendezik meg. Olyan együttműködést tudtunk kialakítani az önkormányzattal és magával a művelődési központtal, hogy szinte minden évben evidencia, hogy ezt hol rendezzük meg, és hát nagy örömmel jövünk ide. Tehát akiket vártunk, gazdákat, érdeklődőket, ugye itt a helyi piacunk is, ez mind amellett szól, hogy mindig itt tegyük meg, és ezt mindig így is fogjuk. Az idei 25. tudományos napon az ökológiai gazdálkodás megalapozottsága volt a téma. Elég érdekes témakörök vannak, minden évben más, tehát most a megalapozottsága volt, tehát arról volt szó, hogy mennyire megalapozott egyáltalán az ökológiai gazdálkodás, mennyire fontos, hogy ez a társadalom tudatába beágyazódjon, és hát egy csomó más gazdálkodási formának a veszélyeire is fölhívta a figyelmet, pontosan a kontraszt a kettő között az olyan sokkoló adott esetben, hogy sok embert elgondolkodtat. Ebben az évben ez volt a cél. Minden évben egy más meghatározott témakörben dolgozunk. A további cél egyértelműen a fogyasztás növelése a közétkeztetésbe, hogy ezt minél hatékonyabban tudjuk képviselni, illetve be tudjuk egyáltalán vinni, valamint természetesen a terület növekedése, a biogazdálkodásba bevont terület növekedése. A Biokultúra Mozgalom és a Szövetség jövőre ünnepli fennállásának a 30. évfordulóját. Ezért a konferencián áttekintették tudományosan az elmúlt évtizedek eredményeit, és a további célok meghatározása is fontos volt ezen a napon. Mondta dr. Márai Géza, a Magyar Biokultúra Elnökség egyik tagja. Át kellett most tekintenünk az elmúlt egyrészt évtizedeket, ezért fontos volt tudományosan ezt értékelni, milyen veszélyek vannak ebbe a tekintetbe. De hát mivel jövőre ünnepeli a Biokultúra Mozgalom és a Szövetség is a 30 éves fennállási jubileumát, így egy kicsit a visszatekintés és a feladatoknak az előre vetítése is fontos volt a mai konferencián. Európában összesen 8 hektáron folyik biogazdálkodás. Ausztriában a legmagasabb a biotermékek fogyasztása, ami azt jelenti, hogy az összes élelmiszerfogyasztás 20% a biotermék. Svájcban ez a szám 15%, Németországban 12%, Franciaországban és Angliában is 10% felett van, míg Magyarországon csak 1,5% a biotermékek felhasználása az élelmiszeriparban. Új kormány nagyon támogatná a biotermelést, csak nincsenek tettek, nincsenek új elképzelések és új lehetőségi formák. Mi ezzel a tudományos napon előadott új szakmai szempontokkal és a figyelemnek a felkeltésével pontosan ezt a döntéshozatali vákumot szeretnénk megszüntetni, és egy nagyon komoly fejlesztésnek kéne megvalósulni, hiszen ha az Európában 8 millió hektár van, akkor nálunk legalább már 5 évvel ezelőtt 300 ezer hektár volt a cél, most pedig időarányosan kb. 500 000 hektárnak kéne biotermesztés alatt lenni, hát ehhez képest nagyon gyenge a végeredmény, és ez érződik az egész gazdálkodás, az egész vidéknek a ilyen értelmű ellaposodása, kiútkeresésnek az összes problémája alatt.
A tudományos nap végén sor került a probiokultúra díjak átadására, amelyet két évente adnak át azoknak a személyeknek, akik munkásságukkal segítették a biokultúra fejlődését. Az év bioterméke díjak is kiosztásra kerültek. A közönség díjat Simon Zsolt Alma Bodza megynek tárja kapta. Első születésnapi évfordulóját ünnepelte a kulturális szalon, amelynek alkalmából jótékonysági adventi vásárt rendeztek. Az ünnepséget dr. Váci János alpolgármester nyitotta meg, aki egy jelképes kis tortával kedveskedett Mennyhárt Évának, a kulturális szalon vezetőjének. Hát ez nagyon édes. Köszönjük szépen! Dr. Váci János alpolgármester az ünnepségen kiemelte, hálás azért, hogy Mennyhárt Éva a kulturális szalon vezetője az egykor üres könyvtárhelyiséget pezsgő kulturális élettel töltötte meg az elmúlt egy évben. Köszönöm Évának ezt a fantasztikus közösségépítő munkát, amit végzett egy év alatt, egy üres könyvtárépületből egy igazi pörgő, pezsgő, izgalmas kulturális klubot, kulturális szalont hozott létre nekünk Éva egy évvel ezelőtt, és köszönöm szépen önöknek, akik eljönnek, hiszen tartalommal, élettel önöknek a jelenlétet tölti fel ezt a klubot. A szalon egy éves fennállását két napos jótékonysági adventi vásárral ünnepelte, amelynek bevételéből a fejlesztő napközi otthon támogatják. Az ilyen jellegű programok teszik izgalmassá december hónapot, és különböztetik meg egyébként a hát olyan kicsit depressziós januártól vagy februártól. Erről szól szerintem advent, és erről szól december. A készülésről, a felkészülésről, mindig, amikor meggyújtjuk az adventi gyertyát a koszorún, vasárnapoként, vagy amikor a kis adventi naptárnak az ajtajait kinyitjuk, és kiveszünk belőle egy kis diót vagy csokoládét, akkor egy nappal közelebb kerülünk ahhoz az eseményhez, amit mindannyian várunk, a karácsony ünnepéhez, ami végre az év végén lehetőséget ad arra, hogy nyugodtan szeretteink, családtagjaink, barátaink körében ünnepelhessünk, és egy pár csöndes nyugodt napot el tudjunk együtt tölteni. Élvezzék az adventi vásárt, az első vásárt, amit egyébként a kerületben nyitunk. Az itt kiállított portékákat meg lehet nézni, és kedvükre meg lehet vásárolni. Különösképpen arra hívnám fel a figyelmet, hogy abból érdemes vásárolni, aminek a bevétele jótékony célra megy, fejlesztő napközi otthonnak a segítésére. A születésnapi ünnepséget és az adventi vásárt a fejlesztő napközi otthon táncműsora nyitotta meg. Az adventi vásáron 10 kiállító mutatta be portékáit az érdeklődőknek. Egyebek mellett üvegtárgyak, gyöngyékszerek, díszgyertyák, kézzel varrott játékok, kitűzők és medálok közül válogathattak a vásárlók. Jelenleg több mint 10 kiállító hozta el ide az adventi vására portékáit. A karácsonyi díszek, adventi koszorúk, kisebb fajta ajándéktárgyak, ólomüvegből készült dísztárgyak, üvegfestmények, ékszerek, sziromképek és üvegdísztárgyakat árulunk itt. Mennyhárt Éva, a kulturális szalon vezetője elmondta, egy évvel ezelőtt az volt a célja, hogy a látogatók jól érezzék magukat és örömmel menjenek a szalomba. Mindez azóta meg is valósult, hiszen szinte valamennyi rendezvényük megtölti a szalon 70 férőhelyes termét. Nagy öröm számomra, hogy a kulturális szalon most már az elsőves évfordulóját, az elsőves szülinapját ünnepli. Megmondom őszintén, nem képzeltem, hogy ilyen lesz. Azt biztosan szerettem volna elérni, hogy a vendégeink jól érezzék magukat, a látogatók örömmel jöjjenek, hogy itt olyan programra találjanak, ahol igazán szórakozhatnak, tanulhatnak, akár tornázhatnak, mozoghatnak. Ebben biztos voltam, hogy ez a cél vezérel. Azt gondolom, ezt el is értük, mert a kezdeti pillanatokban, ha visszagondolok egy-egy programra, egy-két-három látogatóval indultunk, és aztán, ahogy a hírek vitték szájról szájra az ötletét, a jóságát, az érdekességét a programoknak, egyre több látogatónk lett, és bizony ma már elmondhatjuk, hogy egyes programokon zsúfolásig megtelik a terem, és a 70 férőhelyes kis termünket bizony már ki is nőttük. A nagy sikerre való tekintettel Mennyhárt Éva a jövő évben megújult programkínálattal várja az érdeklődőket.
A sor többek között üvegfestéssel és drámajátékórával bővül. Azt gondolom, hogy új programokkal is kell, hogy a jövőben előlépjünk, és új programokkal is kell, hogy várjuk látogatóinkat. Új program lesz nálunk az üvegfestő tanfolyam, de mondhatom, hogy a numerológiai tanfolyam is így újnak számít. Igaz, hogy most ennek az évnek a végén már volt rá kísérlet, hogy beindítottuk, de a drámajáték óráink a Vidám Percek Dolnával is az új programjaink között szerepelnek, van játszóházunk, van rendszeres ruhabőrzénk, ezek mind-mind továbbviendő feladatok, és egyben új programok is a kínálatban. Az ünnepséget a Mare Temporis történelmi hagyományokért alapítvány táncosainak Vidám Tánc bemutatója zárta, amelyet követően kezdetét vette a kellemes hangulatú karácsonyi vásár. Adásunkat visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján, a www.hegyvidéktv.hu videótárban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!